Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Magyarország érdekét szolgálja Árnyán József intézetének szétrombolása és a kishantosi biogazdálkodás ellehetetlenítése. Árnyán József 24 évvel alapította a Szent István Egyetem környezet- és tájgazdálkodási intézetét. A természeti értékek megőrzésére, a vidék megújítására alapult intézet szeptember 30-án hosszantartó súlyos támadások következtében megszűnt. 100 kilométerre onnét a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ 21 évig gazdálkodott vegyszermentesen, oktatta a környékbeli és távolabbról érkező gazdákat, majd lejárt a szerződésük, és a 10 részre szabdalt korábbi földjük egészét elvesztették. Mi a közös a KTI, tehát a Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Kishantosi Biogazdaság között, és a szinte egy időben történő megszüntetésükben? Az, hogy mindkét intézet egy kis stílű politikai bosszú áldozata lett, mert mindketten a Fidesz kormány kritikusai voltak. Mégpedig hiteles kritikusai, hiszen sem Árnyán József agrármérnök, a KTI alapítója, sem pedig Kishantos vezetői, nem mondhatni, hogy nem hiteles emberek, és semmiképpen sem sorolhatók a balliberális oldalhoz. A kormány azonban a hozzá közeli értelmiségieknek is példát akar statuálni. A nemzeti együttműködés rendszerében nincs helye a kritikának, a nyilvános kritikának. Aki mégis erre vetemedik, aki nem mer egyet érteni, aki nem áll be a sorba, és akinek nem felel meg az egyetábor egyezászló politikai alapelv, azt ellehetetleníti a kormány. Árnyán József kimert állni Kishantosért, és a Fidesz kormány államtitkáraként számon kérte a Fideszen korábbi ígéreteit. Az a kérdésem, hogy Magyarországnak érdekét szolgálja ennek az intézetnek és ennek a gazdálkodásnak az ellehetetlenítése. Nagy István államtitkár úr, a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselő úr! Kishantos ügyében többször és több egyszerre hangzik el kérdés a házban és hangzik el felszólás a házban, mindig politikai jellegű. Olyan jó lenne, hogyha az ökológiai gazdálkodással kapcsolatosan, vagy a tájgazdálkodással kapcsolatosan még a szakmai kérdésekről beszélhetnénk. Az első felvetésére, ami az egyetemi autonómiát érinti, arra nagyon egyszerű a válasz. Egyetemi autonómia kérdésében nem kívánunk beleszólni, és nem kívánunk sem vitatkozni, sem megmagyarázni ezeket a döntéseket. Kishantos kérdése pedig véleményünk szerint nagyon egyszerű és egyértelmű kérdésekből eredeztethető. Az első kérdés így hangzik, hogy Kishantos szerződése lejárt. Senkitől nem vettünk el semmit. A második kérdés pedig az, hogy ez a föld nem Kishantos földje volt. Visszaadni ezért értelmezhetetlen, ez a föld a magyar állam tulajdona, azaz mindnyájunké. Senki nem vitatja, hogy 2013. október 31-én lejárt a szerződése, a haszonbérleti szerződése, az NFA pedig 2012. október 10-én nyilvános pályázaton meghirdette a társaság által bérelt összesen 452 hektár terület haszonbérleti jogát. A haszonbérleti szerződésben az új haszonbérlők a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ által korábban 5 éves időtartamra vállalt agrárkörnyezetgazdálkodási program támogatási időszakának lejártáig önkéntesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy a bérelt területeken az AKG Integrált Szántóföldi Növénytermesztési Célprogram előírásának betartása érdekében a célprogram előírásainak megfelelő gazdálkodást folytatnak. A pályázati rendszer a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tette a sikeres pályázatot. A pályázati eljárás a haszonbérleti pályázatokra vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezés betartásával zárult le. Majd folytatjuk. Köszönöm szépen. Ikoti István képviselővel szó. Sajnos ez a forma nem teszi lehetővé, hogy hosszú szakmai kérdéseket tegyek föl. Jó néhányat írásban már összefoglaltam, és hamarosan küldeni fogom a kifejezetten szakmai kérdéseket. Azonban az, ami elhangzott, arra reagálva szeretném jelezni, hogy 2014. augusztus 31-e volt a támogatási időszak vége, ami az AKG támogatás működött. Ez idő alatt az új bérlőkkel a szerződést fel kellett volna bontani, hiszen nem folytattak ennek megfelelő gazdálkodást ezen a területen. A másik kérdésére, az Árnyán József intézetének megszüntetésére, egyetemi autonómia kapcsán ugyancsak az intézet vezetőinek is fel fogjuk a kérdéseket tenni.
Államtitkár úr, a szó. Képviselő úr, magam is agrármérnök lévén nagyon szívesen állok bármikor rendelkezésére, és a főnösi tárca minden szakaparátusa szívesen áll az ön rendelkezésére minden témában, de kivételes, különlegesen akkor, amikor a biogazdálkodás vagy az ökogazdálkodás témakörét vetítjük föl. Bármilyen szakmai kérdésben, bármikor nagyon szívesek vagyunk egyeztetni és különböző szakmai megoldásokat találni. Az elmúlt időszakban az egymással való kérdésfeleletben tájékoztattam már arról, hogy a kormány milyen tervet készített elő, hogyan kívánjuk 3%-ról 5%-ra növelni a Magyarország területét. Számos bizonyítékát adtunk annak, hogy kivételesen és nagyon fontosnak tartja a magyar kormányzat és a főnösi tárca mindazt, hogy az ökogazdálkodás, biogazdálkodás szélesítését, széles körben elterjesztését segítse Magyarországon. Ebben a szakmai kérdésben nagyon szívesen, mint mindenképp az LMP-vel, hiszen mint zöld párt, természetes, hogy a zászlajára tűzte, és természetes, hogy a főnösi tárca pedig partnere kíván lenni ebben a munkában. Köszönöm szépen!